Ugye addig jutottunk, hogy már van ez az osztálydiagramunk. Ugye R-től egészen elég szépen sikerült egymásba skatujázni egy csomó osztályt. De néhány osztály, mintha nem szerepelne a képen, például az N-nek a komplementere, ugye hasonló képet várnánk, mint az MP-nél, meg a QMP-nél, mert nem determinisztikus algoritmust ugye nem lehet csak úgy komplementálni, hogy az ember accept helyett rejectet mond, és reject helyett acceptet, hiszen ugye, hogyha az történik, hogy az ember rajzolja ezt a számítási fát, simán lehet az, hogy ugye a nem determinisztikus algoritmusunk valahogy úgy működik, hogy egyes szálakon azt mondja, hogy nem, más szálakon meg azt mondja, hogy igen, és ugye mivel ha van egyetlen egy igen, és ezért végeredményben igent mondunk, így működik a nem determinizmus. Ezért, hogyha én csak simán minden egyes szál végén az acceptet vagy a rejectet kicserélem, akkor annyit érek el vele, hogy itt, ahol hamis volt, ott accept lesz, ahol pedig igaz volt, ott reject, így. De hát ettől, amint ettől is teljesen ugyanígy egy elfogadással jönne vissza a nem determinisztikus algoritmus. Ugye ez a baj, ezért nem tudjuk automatikusan komplementálni a nem determinisztikus algoritmusokat, úgyhogy ugyanannyi időt meg tárat használjanak. Ez determinisztikusnál nem probléma, hiszen determinisztikusnál ugye egyetlen egy szál van, és ha azt komplementáljuk, akkor nyilván a végeredmény is komplementálódik, de így nem megy, és ez például az egyik oka annak, hogy hát az MP-ről, meg a QMP-ről ugye mai napig nem tudjuk, hogy ezek egyenlőek vagy sem, mert ugyan vannak nyilván ötletek arra, hogy hogyan lehet komplementálni egy lényegében nem determinisztikus algoritmust, hogy legalábbis átalakítani úgy, hogy a komplementer problémát döntse el, de hogy ugyanannyi időben is tegye mindezt, azt, vagy polinom időből polinom időt faragjon, erre még nem sikerült senkinek sem módszert adnia. Viszont az NL-nél azért nem szerepel a QNL a képen, mert ez a két osztály, az NL és a QNL, ez viszont egybeesik. Mai egyik fő eredményünk az lesz, hogy fogunk tudni olyan átalakítást végezni egy nem determinisztikus algoritmuson, ami valahogy mégiscsak komplementálja, hát nem ennyire egyszerű. De még mielőtt erre ráfutnánk, és egyébként a mai napon még, ebben az előadásban, amiben a videóban még az is lesz, hogy a PAIN belüli osztályokat egy kicsit helyre tesszük és pontosítjuk. A másik, aki nem szerepel a képen, az az MP Space osztály. Megnyilván annak a komplementere, ez nem trehánságból nem került fel, erről a kettőről pedig ki fog derülni, hogy ez viszont ugyanaz a P Space, meg az MP Space. Ez azt jelenti, hogy amire polinomtár elég nem determinisztikusan, azt polinomtárban, kicsit nagyobb fogszámú polinomban, de szintén polinomtárban ki fogjuk tudni számolni determinisztikusan is, hogy az most éppen egy igen vagy egy nem példány. Ez lesz az első, amivel kezdünk. És a második rész az pedig az NL-ről fog szólni, és annak a belsejéről. No, akkor ugorjunk is neki. Az első, ami, az, mondom még egyszer, arra vadászunk most, hogy P-Space egyenlő MP-Space-szel. Ennél egy kicsit többet fogunk bebizonyítani, és ez az algoritmus lesz az, amit felhasználunk. Na most ez látszik, hogy ha ez egy darab algoritmus, akkor itt ugye van belül egy függvénydeklaráció, ez a függvényünk, a belső függvényünk az F, és a main call az pedig csak annyit csinál, hogy ezt az F-et hívja meg egy és N és log N felső egész rész számokkal. Először nézzük meg ennek az algoritmusnak a tárigényét, mert az ugye sokkal egyszerűbb szokott lenni, mint az, hogy megnézzük, hogy tulajdonképpen mit is dönt el ez a probléma. Azért mondom, hogy eldönt ez az algoritmus, mert ugye látszik, hogy az F függvényünk az egy bulint ad vissza, az vagy egy true-t, vagy egy false-t fog visszaadni, a main függvényünk meg az F-nek az értékét, tehát az biztos, hogy ez valamire true-t mond, valamire false-t mond, tehát ha mindig terminál, ezt is látni fogjuk, hogy ez mindig terminálni fog, akkor ez eldönt valamit. Kérdés az, hogy mit. Na most az input, a mainnek az inputja az egy key graph. Azt érdemes, hogy itt ilyenkor megnézni, hogy az inputot bántjuk-e, mert az a tárigény szempontjából egy fontos kérdés. Látszik, hogy nem, mert csak itt ezen az egy ponton kérjük le a G-t, és az csak olvassa, hogy van-e az X csúcsból az Y csúcsba él, megy-e a szomszédsági mátrizban, ez egy irányított gráf, irányított. Nézzük akkor ennyi tudásra fölvértezve, hogy mi is a tárigény ennek az algoritmusnak.
Ehhez ugye azt érdemes látni, hogy hát az x, az y, meg a d is mind a három 1 és n közötti szám az első hívásnál, és utána a d értékét, hát azt maximum csökkenteni fogjuk, ugye d-ből d-1 lesz, ami azt jelenti, hogy a d az végig, hát nem is 1 és n, hanem 1 és log n között fog változni folyamatosan. Az xy, meg itt egy lokális változónk is van még, az z is 1-től n-ig megy. És hogyha megnézed a függvényhívást, akkor itt is az történik, hogy itt az x-et meg a z-t, itt a z-t meg az y-t helyettesítjük bele. Tehát az f-et mindig véges végig olyan számokkal hívjuk, amik mind egy és n köztiek, illetve hát, hogyha a d az csökken, akkor ez konkrétan nulla és log n közti lesz, de az biztos, hogy az összes argumentum az mindegyik, az összes x is, y is, és d is, meg a z is, mint lokális változó, az mind-mind 1 és n közötti szám. Ez ugye azt jelenti, hogy egyrészt ugye az inputunk az read-olni, ez jó, mert ez azt jelenti, hogy nem kell beszámolnunk a tárigényt be. A másik meg az, hogy a lokális változók, meg az argumentumok, amikkel hívjuk az f-et, azok ugye mind, hát ez 4 darab olyan érték, ami 0 és n között van. Úgy ugye a gráfoknak a csúcsa, az a nagy n, hogy hány csúcsa van, de azt már láttuk, hogy most az n négyzettel lesz, akkor ugye egyenlő a kis n. Hát ez a kis n egyenlő, ugye ez a nagy n négyzet. Ami ugye azt jelenti, hogy nagyságrendileg ez 4-szer log n, tehát az biztos, hogy a lokális tárigény az ugye orduló kis n lesz minden egyes szintre. És mivel egy rekurzív függvényről van szó, ezért még azt is meg kell néznünk, hogy hány példányban lehet ugye ez jelen egyszerű a memóriában, de látjuk azt, hogy minden egyes hívásnál a d értéke a rekurzívunknál csökkenni fog egészen addig, amíg nullára nem ér, ezért ugye legfeljebb annyi lesz a mélység, mint amennyi ennek a d-nek az értéke, plusz egy, ami azt jelenti, hogy a mélység az log n. És ezért van az, hogy ennek az algoritmusnak a tárigénye, hogyha a lokális változó tárigénye az ugye logen, ordológenes, a rekurziós mélység az szintén ordológenes, akkor ugye ebből az jön ki, hogy a totál tárigény az ennek a kettőnek a szorzata, vagyis ez egy log négyzetennes tárigényű algoritmus. Ennyit már biztosan tudunk róla. Na, a másik, amit érdemes látni, hogy oké, mit is dönt ez az algoritmus, mi az, amit eldönt? Az a mondás, hogy én azt állítom, hogy ez az f x y d, ez akkor igaz, hogyha az x-ből az y-ba f x y d, ez akkor lesz igaz, hogyha az x-ből el tudunk jutni az y-ba egy olyan úton, aminek a hossza maximum 2 a d-ediken. Ez az állítás, hogy ez az, amit az f függvényen implementáltunk. Egy elég sokszor mindent, nagyon sokszor kiszámoló rekurzióval, de ez gyakran így van, hogyha tárigényre optimalizálunk, akkor nem tudunk megjegyezni annyi mindent, és ezért az több ideig fog tartani, amit kiszámoljuk, de ez az algoritmus most nem az időigényétől lesz nagyon jó, hanem a tárigénye lesz az, ami egészen alacsonyban dönti el azt a problémát, amit ő eldönt. Na miért igaz ez? Azért, mert ugye egy ilyet indukcióval lehet bebizonyítani, hiszen D a leszállási föltétel adja magát ilyenkor, hogy nyilván egy ilyet D szerinti indukcióval csinálja meg az ember. Tehát ha például D egyenlő nullával, D csúnya D egyenlő nullával, akkor ez mit mond? Ugye azonnal terminálni fogunk további rekurzív hívások nélkül, és ez akkor lesz igaz, hogyha vagy nulla lépésben jutok el az x-ből az y-ba, mert a két csúcs ugyanaz, vagy egy lépésben jutok el az x-ből az y-ba, mert van köztük ér. Na most ez pont azt jelenti, hogy egyenlő nullával vagy egyenlő egyel, vagy az kisebb egyenlő, mint 2 a nulladikon, hiszen hát 2 a nulladikon az 1. Ezért az alapeset az kijön. Az teljesen jó. Oké, és itt indukcióba felhasználhatjuk, hogy na ilyenkor mit is csinálunk? Ha az xyd valami pozitív számmal jön be, akkor végig szkenneljük a csúcsokat, egytől ennek, hogy találunk-e ilyet. Na indukció szerint, mert ugye ez egy kisebb d, lehet indukciót használni, ez azt jelenti, hogy az x-ből az
Z-be el tudunk jutni 2 a t-1. Lépésben legfeljebb, és aztán ebből a z-ből el tudunk jutni az y-ba 2 a d-1. Lépésben legfeljebb. Ugye ez az, amit keresünk, hogy van-e ilyen csúcs. Na most, ha van ilyen csúcs, akkor ez a 2 a d-1. Legfeljebb mennyi hosszú, meg még egyszer 2 a d-1. Az ugye összesen 2-szer 2 a d-1, vagyis ez azt jelenti, hogy összességében akkor ez a sét a legfeljebb 2 a d-1 hosszú. És ez jó, ez azt jelenti, hogy akkor ugye igent adunk vissza, ha ez igaz, hogy akkor ad vissza igent, hogyha el lehet jutni ebből ebbe 2 a d-1 lépésbe, akkor ez az éselés, ha kijön igazra, akkor az pont azt is fogja jelenteni, hogy legfeljebb 2 a d-1 lépésbe lehet az x-ből az y-ba. Ha pedig az x-ből az y-ba egyébként van út, most ugye oda-vissza akarom ezt bebizonyítani, hogy ez így igaz, ha pedig van út 2 a d-1-nél legfeljebb olyan hosszú, akkor ennek a felező pontja, körülbelül felező pontja, hogyha páros, akkor adja magát, ha páratlan, akkor mindegy melyik, az tökéletes választás lesz d-nek, hiszen akkor ugye a 2-en összhoznak a felét, azt ugye kettő, legfeljebb 2 a d-1-en hosszú részre lehet kihozni, és ezért akkor van egy olyan z-csúcs, ahova az x-ből el lehet jutni, és ahonnan el lehet jutni az y-ba, úgy, hogy közben legfeljebb 2 a d-1-ent lépsz. Tehát tényleg igaz az, hogy ez az f függvényünk, ez akkor ad igazt, akkor és csak akkor, hogyha az x-ből el lehet jutni az y-ba, legfeljebb 2 a d-en lépésben. És most megnézed a függvényhívást, ez azt jelenti, hogy ez 1-ből az n-be, legfeljebb 2 a log n-ediken, vagyis n lépésben. Azért van a fölfelé kerekítés, hogy ugye ha lefelé kerekítenénk, akkor az még nem feltétlenül lenne n lépés, de ha fölfelé kerekíted, akkor az a legfeljebb n lépésben, ahhoz már biztosan bele fog férni. Ezért ez a probléma megoldja az elérhetőséget, hogy az egyes csúcsból az n-es csúcsba el tudsz jutni legfeljebb n lépésben, az nyilván ugyanazt jelenti, mint hogy egyáltalán el lehet jutni. És persze az is igaz, hogy ha ide a számok is jönnek, mondjuk az s és a t, az szokott lenni a Saurus meg a Tarjit, ahogy az s-ből a t-be el lehet jutni, ugyanúgy log négyzeten tárban eldönti az elérhetőséget. Na hát minden esetre ez maga a szevis tétel, ez le is van írva, amit ide elmeséltem, de erről szól a történet, hogy pontosan akkor van legfeljebb 2 a d-en hosszú út, és ez maga a szevis tétel, hogy az elérhetőség az eldönthető determinisztikusan log n négyzet, amit ugye így írunk ebből a tantárgyból, tárban. Na most nyilván az azért nem igaz, hogy ez egy hatékony algoritmus, mert ha belegondolunk, akkor itt a veremben, ha én elkezdem ezt a rekurzív hívási láncot csinálni, akkor van egy z-változóm, ami itt is fölvesz egytől n-ig minden értéket, a következő szinten, amikor d az csökkentve van egyel, a z az szintén egy forciklusban elmegy egytől n-ig, ez is elmegy egytől n-ig, és akkor itt van nekem a log n darab szintem, ahol mindenhol elszámolok egytől n-ig. És ha nem érhető el a kezdő csúcsból a végcsúcs, akkor ezeket a, ez úgy érdemes talán elképzelni, mint n darab egymásba, log n darab egymásba ágyazott forciklust, amik mind egytől n-ig mennek, tehát itt az időigény az akár n ad log n is lehet, még, ebből még az is kijöhet, hogy akár több is, mint ez, de ez legalábbis mutatja, hogy hát már rögtön, ha csak az első paramétert nézzük, ha csak egyetlen egy rekurzív függvényhívást lenne benne, ami log n mélységig egy forciklust indít, minden egyes szinten egytől n-ig, akkor ez egy ilyen időigényű algoritmus lenne, ami nem polinom, ugye, mert hát a log n az kitevőben nem nagyon alkalmas, tehát ez ilyen log n-es időigényű algoritmus. Ez ugye azt jelenti, hogy hát persze az elérhetőségre akkor van egy lineáris időigényű algoritmusunk, mélységi keresés, de az lineáris tárigényű is, és cserébe, hogy lecsökkentettük a tárigényt a log n négyzetre, ezzel azt értük el, hogy az időigény viszont felrobbant nem polinomiálisra, de ettől még persze az elérhetőség p-ben van, ahhoz csak az kell, hogy létezzen legalább egy algoritmus, ami őt polinom időben eldönti. Na minden esetre ez a mondás, hogy az elérhetőség a space log négyzeten benne. Na most leveszem a képernyőről a fóliákat, hogy miért jó az elérhetőség probléma. Megpróbáltunk erre vissza is emlékezni, de ugye egy nem determinisztikus program, ami arról szól, hogy van nekem mondjuk f-en tárigényem, vagy egy ordó f-en tárigényem,
adó effekt áram, és mondjuk offline, ez ugye ez volt az, hogy nem bántja az inputot, akkor ehhez lehet csinálni egy úgynevezett ugye, konfigurációs gráfot. Ezt mintha már csináltunk volna egyet, de ugye a lényeg az, hogy hát leírni, ugye az inputot magát azt nem kell leírnunk hozzá pluszban, az úgy itt van, lóba, levegőben ez az inputunk. Az output az most nem érdekes, mert most eldöntési problémákat akarok megoldani, és konfigurációkat lehet írni, és ez lesz egy gráfnak egy-egy csúcsa. Egy ilyen csúcsban ugye mi van benne? Az, hogy hanyadik sorban tartunk, hol van a programszámláló, sőt, konkrétan az, hogy melyik sorban tartunk, mert ugye nem determinisztikus programnál ugye egy sorszámot több mindenkinek is ki lehet osztani, tehát ez itt konkrétan az, hogy melyik utasítást fogjuk végrehajtani éppen. És ezen kívül meg a használt tár, hogy mondjuk a hanyadik regiszterben, az első regiszterben az érték micsoda, aztán a második regiszterben az érték micsoda, az összes felhasznált regiszterben, mondjuk munkaregisztereket ugye elég tár, amiket használtunk is. Ezért van az, hogy ilyen az index, érték, index, érték, index, érték párokkal reprezentálok most egy konfigurációt, de ugye ez így összességében, mivel ez volt a tárigénynek a definíciója, hogy minden használt regiszterje adjuk össze a címének, meg a leírásához szükséges. Ez maga a biteket, a biteknek a számát, ez konkrétan OrdoF-en, hát bitben leírható. Meg nyilván van ez a sorszámunk, de ez a sorszám ez megint egy konstans, mert egy adott hosszú programot szimulálunk, aminek van konstansok utasítása, az az inputtól nem függ, hogy milyen hosszú lesz maga a program. Ezért egy ilyen konfiguráció az OrdoFM bites lesz. És ugye azt tudom csinálni, hogy én ezt a gráfot legyártom, és két konfiguráció között akkor vezetél, hogyha a program egy lépésben az egyik konfigurációba át tud menni a másikba. Ugye ez nem determinisztikus, tehát lehet az, hogy egy konfigurációnak több leszármazottja is van. Meg azt is föltételezhetjük, hogy konkrétan kettő van mindegyiknek, de nem muszáj. És ugye az is igaz, hogy itt van egy kezdő konfiguráció. A kezdő konfiguráció arról szól, hogy a sorszám az a kezdő sorszám, és minden munka regiszterben ugye nulla az érték, tehát itt mondjuk azokat, ha nem tároljuk le, akkor ez egy üres vektor lesz, ez egy üres lista lesz. Az a kezdő konfiguráció ebben a gráfban, és amelyek meg úgy kezdődik, hogy accept, az mindegy elfogadó konfiguráció lenne. És ez volt az, amikor a múltkor még azt is csinálta, hogy és a program még elfogadás előtt kinullázza a munkaregisztereit, ezeket. Ha ezt megteszi, akkor ez konkrétan azt jelent, és mondjuk egyetlen egy accept sor van, ezt meg lehet oldani, mert arra az egyetlen egy acceptra át lehet gotúzni, hogyha több is lett volna belőle eredetileg, akkor azt kapjuk, hogy valójában, amit meg kell oldanunk, egy nem determinisztikus program, hát mondjuk úgy, hogy szimulálásához, tehát eldönteni, hogy az nem determinisztikus program elfogadná az inputot, vagy nem, az az, hogy meg kellene oldanunk azt a problémát, hogy a kezdő konfigurációból az egyetlen elfogadó konfigurációba vezet-e irányított út. És ha vezet, akkor azt mondanak, hogy igen, ha meg nem vezet, akkor nyilván a program nem fogja elfogadni az inputot, tehát akkor pedig azt mondjuk, hogy nem. Ez azt jelenti, hogy ezen a gráfon kellene megoldanunk egy elérhetőségi problémát, ami ezek szerint, ugye itt a Szegis Tétel azt mondta, hogy ha n a mondjuk a gráf csúcsainak a száma, akkor log n a négyzeten idővel tárban ezt meg tudjuk oldani. És ugye hány csúcsa lehet ennek a gráfnak? Hát ha ennyi biten lehet tárolni, akkor ez kettő az OrdoFN-ediken lehet maximum, mert hát egy olyan hosszú bitvektort ennyiféleképpen lehet csak teleírni. És a kettő az OrdoFN-ediken, az ugye, most az ordó, ugye ott elvileg van egy konstans, hogy hányszor fn, és akkor az kettő az annyiszor fn-ediken, de ha megnézem, hogy ennek mi a logaritmusa, és annak mi a négyzete, akkor ugye nyilván kettő az ordó fn-edikennek a kettes alapú logaritmusa, az persze nyilván az a maga az ordó fn lesz, és ez van a négyzeten. Ami meg ugye nyilván most, ha azt a bizonyos konstans szorzóját az fn-nek négyzetre emeljük, attól még konstans szorzó marad, tehát ez az fn négyzet lesz. Tehát, hogyha én a konfigurációs gráfon ezen használom azt az algoritmust, ami a Szevis-tétel algoritmusa,
Az azt jelenti, hogy ezen a gráfon meg fogja oldani az elérhetőséget ennyi ordo F négyzeten tárban. És már ez determinisztikus, mert magát a gráfot determinisztikusan le tudom gyártani, és ezek után pedig végre tudom rajta hajtani ezt az algoritmust. Most nyilván ezt meg lehet csinálni úgy is, hogy az ember azt mondja, hogy magát a gráfot le se gyártja, hanem azt mondja, hogy ez a for ciklus, ami a Z változót vitte, az most szkennelje végig konfigurációkat, és egyedül ott, amikor van-e él a kettő között, két konfiguráció között, akkor kell csak eldöntenünk, hogy ebből a konfigurációból ebbe át lehet-e menni. De az könnyű, az különösebb tárat nem is kell, hogy használjon, mert csak ellenőriznünk kell, hogy minden regiszter tartalma ugyanannyi, akik abban éppen nem kaptak értéket, és ha ez egy értékadó utasítás, akkor megnézni azt, hogy az az egy darab regiszter, akinek változnia kell, jóra változott-e, meg a sorszámot kell ellenőriznünk, hogy jó helyes irányba változik-e. Ugye a jamnál lehet, hogy máshol változik, akkor ellenőriznünk kell azt, hogy éppen az ebben a konfigurációban az tényleg nulla volt-e, ami miatt jump if zero-zunk. De ezt meg lehet csinálni, és ez azt jelenti, hogy magát a grafot előre gyártani nem is kell, és folyamatosan elég csak azt a 3-4 konfigurációt memóriában tartani szintenként, akiről éppen szó van, az X, az Y és a Z, meg a D-t, ami ugye a mélység változója. Tehát ezt meg lehet csinálni még anélkül is, hogy legyártanám előre a konfigurációs grafot, és azt a bizonyos FN tárigényű nem determinisztikus algoritmust, ezek szerint determinisztikusan tudom szimulálni négyzetes annyi tárban. Ez a mondás. Ez az, amit még mindig úgy hívnak, hogy elérhetőségi módszer, amikor egy nem determinisztikus programot úgy próbálunk meg determinisztikusan, vagy éppen nem determinisztikusan, tehát valamilyen algoritmussal szimulálni, hogy megnézzük, hogy elérhető-e a kezdő konfigurációból az egyetlen accept konfiguráció, vagy sem. Jó, tehát ezért érdekes a szemistéter, meg ezért érdekes az elérhetőség probléma. Mai alkalommal igazából szinte csak az elérhetőségről fogunk beszélni. Ezért érdekes, mert ennyire általános, és ezért kijön az, ami itt föl van írva, hogyha egy nem determinisztikusan FN tárigényű algoritmusunk van, abból ezzel a módszerrel tudunk készíteni egy determinisztikus, de FN négyzet tárigényű algoritmust. És ez miért jó? Azért jó, mert már indokolja azt, hogy miért is nem volt ott a MP space a képen, azért, mert ez a kettő ugyanaz, hiszen ez azt jelenti, hogyha nem determinisztikusan van egy polinom tárigényű algoritmusom, akkor az determinisztikusan annak a polinomnak a négyzete tárigényű algoritmussal lehet szimulálni, tehát például, ha n köbös volt, akkor n köbös a négyzeten, azaz n a hatodikon, de az még mindig polinom tárigényű determinisztikus algoritmussal tudjuk szimulálni. Ezért nem volt ott a p-space a képe. Illetve az np-space a képe, mert ez a kettő ugyanaz. És nyilván emiatt az is igaz, hogy mivel a kooperátor azt tartja ugye az egyenlőséget is nyilván, ezért a copy space az meg a co-mp space-re egyenlő, de a copy space az meg mivel determinisztikus, ezért az ugyanaz, mint a p space, hiszen a determinisztikus algoritmusokat, hogy az eredeti probléma komplementerét döntsék el, azt meg tudjuk oldani egy accept reject cserével. Ezért a p space, a copy space, az mp space meg a co-mp space azok mind egyenlőek. Amivel viszont emiatt nem egyenlő, az az n-del. Eddig ugye a tárhierarchia tételből csak azt tudtuk, hogy az L nem ugyanaz, mint a p-space, hiszen ugye a tárhierarchia tételből ez kijött. Most már azt is tudjuk, hogy az n-nel az mi volt a nem determinisztikusan, logaritmikus log-n tárban eldönthető problémáknak az osztálya. Emiatt az állítás miatt, ami a Savage tételenből következik, ez azt jelenti, hogy ahogy nem determinisztikusan log-n tár helyett tudok írni determinisztikusan log-n négyzet tárat. Ez ugye ez az előző tételünkből van. Ez pedig itt a tárhierarchia tételből van, mert az ugye arról szólt, hogyha én nekem van valamennyi táram, és nagyságrendben többet adok, akkor abból egy olyan probléma osztály válik eldöntető, hogy annyi tár van, ami már valódi módon tartalmazza az előzőt, tehát ez a informálisan ez a több tár, több mindenre elég tétel, és ez itt ugye ez át van húzva.
És nyilván a Space N az meg részhalmaz a B-Space-nek, hiszen abban mindenféle program tárgyén belefér, ebbe meg csak az N-es tárgyénben eredetető problémák vannak benne. Ezért ugye, mivel az N-nel és a B-Space között van egy olyan tartalmazkodási lánc, ahol van itt nem egyenlőség, ezért az N-nel sem lehet egyenlő a B-Space-szel. No, erről szól akkor a Savage tétere. A következő, az pedig az Immermann szerepcsényi tétel lesz. Ezt most egy kicsit teveszem, magát a szlájdot. Itt most meg visszatérek erre az ábrára, amit valahova eltekertem, azért most mégsem visszatérek rá, hanem lerajzolom újra, ugye? Ez volt, azt legyen mondjuk a falc sárgával, ugye ez volt a nem determinisztikus fánk, a számítási fánk, és most amit nagyon szeretnénk csinálni, az az, hogy komplementálni szeretnénk nem determinisztikus algoritmus által eldöntött problémát, tehát valahogy az algoritmust akarjuk átalakítani úgy, hogy a probléma komplementerét döntse el, és ezt időre nem tudjuk, hogy meg lehet-e csinálni, de tárra tudjuk. Azt szeretnék, hogy tárban ne foglaljon sokkal többet. És ugye alapvetően az volt a problémánk, hogy ilyen vegyes válaszokat is tudott adni nekünk az algoritmusunk, és emiatt nem sikerült komplementálnunk. Na most azt szeretnék csinálni, hogy ebből egy olyan algoritmust akarunk készíteni, ami e helyett, és ezt konkrétan az elérhetőségre fogjuk megpróbálni megcsinálni, aztán alkalmazzuk megint az elérhetőségi módszert. Ehelyett egy olyat fogunk csinálni, ami, ha egy nemet kellene mondani, akkor nemet is mondhat néhány szálon, legalább egy szálon ténylegesen mondj is nemet, és a többi szálon meg error dob, ezt mondjuk kérdőjelvel jelölöm. Lesznek olyan szálak, ahol error dob, és lesznek olyan szálak, ahol pedig nemet mond, akkor, hogyha nemet kéne neki mondani. Ha pedig igent kellene neki mondania, ugye ez volt az, ahol eddig vegyesen igent is, meg nemet is lehetett mondani, akkor pedig az lesz a célunk, hogy úgy működjön az algoritmusunk, hogy oké, lesznek olyan szárak, legalább egy, aki tényleg igent mond, és lesznek olyan szárak is, amik error dobnak. Na most, ha ezt meg tudjuk csinálni az elérhetőségre, hogy ugye ahelyett, hogy vegyesen igen nemet mond, ahelyett az, hogy ha igent kéne mondani, akkor igent és kérdőjelet, vagy igent és errort mond, ha pedig nemet kéne mondani, akkor nemet és errort mondhat, de ha nemet kéne mondani, akkor tudjon is nemet mondani, ha pedig igent kellene mondani, akkor tudjon is igent mondani, akkor ezt már fogjuk tudni komplementálni, mert ha egy ilyen algoritmusnál az adset resetet fölcserélem, akkor mindjárt az lesz, hogy ezek fognak végül is igent mondani, és ezek fognak végül is nemet mondani, azok után, hogy az errort, pedig miután ezt az átalakítást megcsináltam, az errort is azt mondom, hogy jó, akkor ehelyett is rejectet adjunk vissza, ehelyett is rejectet adjunk vissza, akkor látszik, hogy ami eredetileg igen példány volt, az most már egy nem példány lesz, ami pedig eredetileg egy nem példány volt, annak most már mivel volt nem szál, ezért most lesz igen szál is, és ez egy igen példány lesz. Na ez a célunk, hogy ilyen errorral kevert, de igen, nemet ne keverő algoritmust építsünk föl, és mindezt egyrészt az elérhetőségre szeretnénk, komplementerére, elérhetőségre, legyen nem determinisztikus, és legyen loktár. Elérhetősége nem determinisztikusan, logaritmikus tárban szeretnénk ezt eldönteni, a komplementerét ezzel a fajta módszerrel, és akkor ez mindjárt azt fogja mondani, hogy az elérhetőség nem csak, hogy nem determinisztikusan, logaritmikus tárban döntető, de a komplementere is, és ebből ki fog majd jönni az, hogy az elérhetőség módszere, hogy tehát minden nem determinisztikus tárban jogoltsági osztály is zárt lesz a komplementer képzésre. Na nézzük még vissza, hogy akkor hogyan is indulunk ezzel az algoritmusra. Több algoritmusunk lesz, egymást fogják hívni, de nem lesz benne rekurzió. Ezért ugye csak össze kell adnunk a tárigényt, hogyha majd ezt meg szeretnénk határozni. Az első algoritmusunk az nem annyira komplikált, gyakorlatilag ez az, ami a elérhetőségi problémát megoldó algoritmus volt, csak kap még egy számlálót is. Tehát az S csúcsból szeretnénk eljutni a T-be, de legfeljebb D lépésben. Ugye ez az algoritmus, ha megnézzük, nem volt új értéke se az S-nek, se a T-nek, se a D-nek éppen igen. At the same time, mivel a D, igen, akkor ez viszont ugye érdemesebb, hogyha nagyon formálisan szeretném azt csinálni, hogy ez itt egy
olyan algoritmus, ami nem bántja az inputot, akkor itt ugye bevezethetnék egy új D-vesző változót, és azt a D-vesző változót csökkenthetném. Mondjuk D-vesszőt, D-vesszőt és D-vesszőt csökkenthetném egyel. És azt mondhatnám, hogy ugye akkor ez a D-vessző az alapvetően legyen egyenlő a D-vel. De ez így ugye nyilván kijönne az is, hogy logennes az algoritmus, a függvényünk. De ez egy belső függvény. Ez egy belső függvény lesz, és így nem az lesz a lényeg, hogy ő maga offline-e vagy nem, hanem az, hogy az eredeti inputot valójában az összetett algoritmus bántja-e vagy nem. És azt látjuk, hogy itt csak arról van szó, hogy van itt egy if, ami azt mondja, hogy a GIJ, tehát az I-ből a J-be nem lehet átlépni, és magát a G-t, az eredeti inputunkat, azt nem piszkáljuk, ezért itt igazából irreleváns, hogy magát az est, meg magát a T-t változtatjuk-e, meg magát a T-t változtatjuk-e. Ugyanez a hívófél, hívott fél, mivel a hívófél is a miénk lesz, amely innen belülről fogjuk hívni, ezért valakinek úgy is be fogjuk számolni az STD tárigényt. No, visszatérve, itt ugye az történik, hogy egy nem determinisztikus sétát csinálunk, először az I csúcssal ráállunk az estre, utána elkezdjük ciklusban lépegetéssel elérni a T-t úgy, hogy mindig csak az aktuális csúcsra emlékszek, az I-re. Megnézem, mindig odaértem már. Ha odaértem, akkor igen, elérhető, tehát ott szépen jövök vissza. Ha pedig még nem értem oda, akkor megpróbálok átlépni valahova. Ez itt ugye nem determinisztikusan generál egy egyesen közti számot, tehát egy csúcsát a gráfnak, és megnézem, hogy át tudok-e lépni oda. Ha nem tudok átlépni oda, akkor rejecterek. Ha pedig át tudok lépni, akkor átlépek, egyet csökkentem az időzítőmet, és hajtom tovább a ciklust. Nyilván ez az algoritmus olyan, hogy megmondja, tehát, ahogy nem determinisztikusan eldönti az S-ből a T-be, legfeljebb D lépésben el lehet-e jutni. És a tárigénye, hát ugye van benne egy I változó, meg egy J változó, meg egy, hát ezek szerint a D vagy a D vesző, de mindegyik egy és N közti számot vesz fel az S is, meg a T is egyébként. Ezért ugye ez mind összesen logentárban, ordó logentárban letárolható, tehát a tárigény ennek az algoritmusnak logen, és ez simán azt mondja, hogy ez egy olyan nemzetmesszős algoritmus, ami még azért vegyesen tudja visszaadni az igen-nem részeket, tehát most még ott tartunk, amit át akarunk alakítani. De ha is pröti térbe is meg, akkor adhat acceptet, megadhat rejectet is esetleg, de egyébként, ha nem érhető, akkor mindenképpen rejectet ad vissza. Ez eddig jó. Ezt az algoritmust fogjuk felhasználni. Itt látszik, hogy van egy darab függvényhívásunk ezen a másik függvényen belül, ami még szintén a mainnek egy belső függvénye lesz. Ez ugye azt jelenti, hogy hát neki se kell ezeket a változókkal külön, tehát nem ehhez képest, hanem az eredeti mainhez képest kell megnézni, hogy azt bántja-e, azt az inputot bántja-e. Itt is látszik, hogy mivel ugye ő sem bántja az inputot, és itt is csak egy lekérdezés van, hogy ebből a bizonyos U-ból a T-be át lehet-e lépni, vagy sem. Ezért gráfot nem írjuk, tehát azt nem kell beszámolni a tárigénybe. Megint talán a tárigényt érdemesebb először megnézni, ugye van itt az S, a T, a Pref, meg a K. Ez a függvény arra lesz való, hogy az S-ből a T-be el lehet-e jutni legfeljebb K lépésen belül, de ettől már azt várjuk, hogy ilyen alakú algoritmus legyen, mint amit az előbb a fákkal fölrajzoltam. Tehát egy ilyet szeretnék gyártani, ami azt mondja, hogy ha elérhető legfeljebb K lépésben, akkor vagy igent mondjon, vagy errort, kérdőjelet, akármi, tehát egy harmadik kimenetet, ha pedig nem érhető el, akkor nemet mondjon, vagy pedig azt a harmadik kimenetet, de az igent és a nemet azt ne keverje. Meg persze nyilván elvárás, hogy ha elérhető, akkor legyen azért legalább egy olyan szál, amelyik igent mond, és ha nem érhető, akkor legyen legalább egy olyan szál, ami nemet mond. Na, ez az, amit csak simán az S-sel, a T-vel, meg a K-val nem sikerült még megoldani senkinek. De ha ez a függvény kap még egy plusz változót, egy hintet, egy segítséget, ami azt mondja, hogy ha a hívófél, aki meghívja ezt a függvényt, az azt garantálja, hogy a prev változót, amire beállítja ezt az argumentumot, az konkrétan az S-ből legfeljebb K minusz egy lépésben elérhető csúcsoknak a száma. Csak ennyit kell hozzátennem, hogy hány csúcs érhető el egyel kevesebb lépésben az S-ből, akkor ez egy ilyen algoritmus lesz, mint amit mondok. Az S-ből a T-be K lépésbe el lehet jutni igen vagy nem vagy error, ha igen, akkor igen vagy error, ha pedig nem, akkor nemet vagy error.
Lássuk akkor még egyszer a tárigényt. Ezek szerint, hogyha ez a száma a csúcsoknak, akkor egyébként ez is egyésen között lesz. A lépésszám is egyésen között lesz, a csúcs is egyésen között lesz a T is, mind a kettő, a TS is, meg a T is. Itt az U változón van még a két lokális változó ebben a függvényben, az is egy tűrendig megy. Illetve van itt egy check nevű counter, egy számláló. A számláló pedig, ha megnézzük, ebben a for ciklusban lehet, hogy növelem majd egyel, és addig változhat az értéket, tehát hogyha még minden egyes iterációban növelném is egyel, akkor is csak nullától n-ig változhatna az értéke. Más változó pedig, ha jól látom, nincs ebben a kódban, ami azt jelenti, hogy mindenki egy és n közti számot tárol, tehát nekik logenna tárigényük, meg van ez az útfüggvényhívás, aki szintén egy logennes tárigényük, az már nem determinisztikus függvényhívás volt, a logen meg logen az még mindig logen, tehát az a rész már kész, hogy ez akármi is, ez egy logaritmikus tárigényű algoritmus lesz, logaritmus tárigényű függvény. Most az, hogy egy true error vagy return error egy harmadik enum konstansra, az ebből a szempontból most mindegy. Lássuk, mit is csinál ez a kód. Először nézzük meg a check változó nélkül, tehát egyelőre ezt a sort ne nézzük. Csak simán return check legyen helyett. Akkor mit keresünk? Az S-ből a T-be a K-hosszú úton el lehet-e jutni? Azt mondja, hogy minden egyes U csúcsot végig szkennel, és megkérdez az S-ből az U-ba el lehet-e jutni K-1 lépésben? És ha igen, akkor megnézi az U-ból a T-be el lehet-e jutni egy lépésben, tehát vezet-e él. Ha ez acceptet mond, az ugye azt jelenti, hogy talált egy olyan U csúcsot, hogy az U-ba az S-ből el lehet jutni K-1 lépésben, meg még egyben a T-ben, az tényleg csak akkor lehet, hogyha az S-ből az U-ba, az S-ből a T-be el lehet jutni K lépésen belül. Ez azt is jelenti, hogy ha elérhető az S-ből a T-re fél K lépésben, akkor a végeredmény tényleg lehet accept. Oké, ez már megvan, hogy ha az S-ből a T elérhető K lépésben, akkor lehet accept. Hogyha az út az tényleg meg is találja azt a K-1 lépésben. Tehát ez ugye ez egy nem determinisztikus függvény, ez vagy megtalálja az S-ből az U-ba ezt az ilyen hosszú utat, sétát, vagy nem, tehát egy szállal lehet, hogy igen, tehát másik három szállal meg lehet, hogy nemet mond. De ha elérhető, akkor lehet accept, és ha acceptet ad vissza, akkor tényleg elérhető az S-ből a TK lépésbe. Na most itt még az is mondás, hogy egyébként meg ha return rejectelnénk, akkor ezzel az a baj, pont az a baj, vagy lehet, hogy elérhető volt az S-ből a TK lépésben, mondjuk egy úton, aminek az utolsó előtti csúcsa egy U lett volna, de ez a nem determinisztikus algoritmus pont nem azt az utat találta meg ezen a szálon. Ez az, ami miatt nem működne, ha return rejected, ha rejected mondanék itt a végén, akkor megint vegyes, igen, nem ágakat kapnék. Ezért van benne egy safety check. Mi csinálunk? Megszámoljuk azt, hogy hány csúcsot sikerült elérni K-1 lépésben. Minden egyes U csúcsra végig pörgetjük ugye ezt, hogy elérhető az S-ből, az U elérhető az S-ből, S-ből 1, S-ből 2, S-ből 3, S-ből mindegyiket megkérdezzük, és összeszámoljuk ebből csak, hogy mennyit sikerült elérni. Na most, ha itt vagyunk, és ez a két szám egyenlő, az azt jelenti, hogy mindenkit elértünk, akit K-1 lépésben egyáltalán el lehet, mert az volt az ígéret, hogy ezt így fogják hívni ezt a függvényt, megmondják, hogy hány csúcs elértük K-1 lépésben. Ha sikerült is mindegyiket elérni K-1 lépésben, és még mindig nem találtunk olyat, ahonnan a T egy lépésben elérhető, az azt jelenti, hogy a T nem érhető a K lépésben. Hiszen ha elérhető lenne K lépésben, akkor igaz lenne az, hogy azért van valami olyan szomszédja, ahonnan oda lehet lépni, és az meglefél K-1 lépésben elérhető. Ha mindegyik szomszédot megtaláltuk, és ezt mondja ez a két változó, hogy mindegyik K-1 lépésben elérhető eltaláltuk, és egyik sem volt jó, akkor teljesen valid az, hogy rejectelő, mert akkor biztos, hogy nincs út. Legfeljebb K hosszú az S-ből a T-be. Tehát ha nem, akkor az eredmény reject, lehet reject is, igen, lehet reject, akkor, hogyha mindenkit elérünk, aki K-1 lépésben és egyik sem, akkor tényleg rejectet fogunk adni. Na most mi történik, ha itt tovább fut a ciklus? Ha itt tovább fut a vezérlés? Ez akkor történik, hogyha csak nem ugyanaz, mint a prev. Nyilván, mivel ha a prev tényleg az elérhető csúcsok száma K-1 lépésben, akkor annál többet nem fogunk elérni, tehát akkor kisebb lesz. Ez azt jelenti, hogy ezen a ponton tudjuk azt, hogy van valaki, aki K-1 lépésen belül van az S-től,
de az útfüggvényünk hívása ezen a szálon legalábbis nem találta meg. Hát ezen a ponton ugye tudjuk, hogy bizonytalan a városunk, és ezért mi erről jövünk vissza. Erre a sorra akkor fogunk ráfutni, hogyha az útfüggvény valahol nem jó választott. Ha az útfüggvény mindenhol jó választott, és tényleg konkrétan azon szálon mindenkire azt mondta, hogy igen, aki elérhető, és mindenkire azt mondta ezen a szálon, hogy nem, aki nem elérhető, akkor az accept meg a reject válhat is helyes, egyébként meg errort jövünk. Na így jön ki az, hogy ez az algoritmus, ha ezt a prevet jól hívjuk, akkor, tehát ezzel hívjuk, amivel ígértünk, akkor tényleg vagy acceptet, vagy errort adunk vissza, vagy pedig rejectet, vagy errort, és lehet. Tehát mindig lesz olyan szál, ha acceptet kell mondani, acceptet mond, ha rejectet kell, akkor rejectet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy már csak ezt kellene beállítanunk valahogy jól, és meg lesz az elérhetőség problémáknak a komplementereinek a megoldó algoritmusa. Nézzük csak meg, az egy harmadik függvény lesz, aki pedig ezt fogja meghívni, a TNS-ket. Ez a harmadik függvényünk, ugye először nézzük meg megint a tárigényét. Van nekünk egy K-változónk, az 1-től N-ig megy. Ez egy ciklus. Van nekünk egy current változónk a cikluson belül, ami nullára van inicializálva, és itt megint egy olyat látunk, mint az előbb. Van egy T-változónk, aki szintén 1-től N-ig megy, oké. Okay. És a current változó mennyi lehet maximum? Hát itt változik, egyel több lesz. Ugye ez a ciklus N-szer fog lefutni, ami azt jelenti, hogy legfeljebb N lesz az érték a currentnek is. Tehát a K is, a current is, meg a T is nulla és N közti értékeket vesz fel végig. És ugye a prevet, mivel a currenttel, tehát a currentet fogjuk belerakni, a currentnek tudjuk, hogy nulla és N közti szám, ezért a prev is végig nulla és N közt lesz, hiszen egyre van inicializálva akkor is nulla és N közt lett, meg az értékadás is közt, utána is nulla és N közt lesz, és más lokális változó, meg ha jól látom, nincs. Ezért ennek az összesen 4 darab lokális változónak a tárigénye, hát összesen ordó logán lesz, mert mindegyik csak nulla és N közti számokat tárol. Ez jó. Plusz még ugye ennek a függvénynek a tárigénye az, ami itt szóba kerül, de az is logennes volt. Ezért az a rész, hogy ezt logaritmikus tárban számolja ki, amit kiszámol. Látszik, hogy ez viszont egy számot ad vissza. Látszik, hogy ez számot ad vissza. Ez itt azt jelenti, hogy ez így egy logaritmikus tárigényű függvény lesz. Itt jön az, hogy ha viszont itt, ugye azért dobtam az előbb az errort, mert az azt jelenti, hogy ha itt egy kérdőjel jön föl, egy error jön föl, akkor mi is azonnal egy errorral jövünk ki ebből az algoritmusból. Tehát, mintha nem kapnánk el azt a kivételt, mondjuk, amit a TNSK dobhat, ugye az volt ez, aki return errorral jött vissza, akkor ha ez egy errorral jön vissza, akkor mi is errorral dobunk ki. Ezért ez a program is adhat errort, ugye akkor, hogyha a TNSK rájön a saját belső működése közben, hogy ez bizony nem valamit elrontott. Na lássuk, hogy mit is csinál ez az algoritmus. Az a mondás, hogy ugye ez a K egy ciklus változó, megy a ciklus 1-től enni, és azt mondom, hogy itt a ciklus elején mindig igaz lesz az, hogy a prev változónak a tartalma, az konkrétan a K-1 lépésben elérhető csúcsoknak a száma. A K-1 lépésben elérhető csúcsok száma. Ez ugye alapból igaz, mert amikor a K az 1-nél kezdődik, akkor a nulla lépésben az S-ből elérhető csúcsok száma az tényleg egy. Konkrétan az S érhetővel nulla lépésben és senki más. Tehát itt a ciklus elején ez még igaz volt. És akkor mi történik? Az történik, hogy fogunk egy ciklust, és minden egyes csúcsra, minden egyes T csúcsra megkérdezzük, hogy az S-ből, az S az a kezdő csúcs, az fix, az S-ből a T elérhető a legfeljebb K lépésben, és itt jól szállítjuk akkor az értékét ennek a változónak, mert ez a K-1 lépésben egy csúcsoknak a száma. Ugye, ha ez visszajön egy igaz-hamis értékkel, akkor tudjuk, hogy az helyes. Mert ha nem helyes, akkor ugye error dob volt benne egy ilyen safety check. Tehát tudjuk, hogy ha ezen a számon ez igennel vagy nem lejön vissza, akkor az helyes, és ekkor megnöveljük a current változó értékét. Magyarul, mire ez a ciklus lefut, a current változóban tényleg konkrétan az az érték lesz benne, hogy K lépésben hány csúcs érhető az S-ből a T-ből, legfeljebb K lépésben, és aztán értékül adjuk a prevnek, és kezdjük tovább a ciklust, akkor ez azt jelenti, hogy a következő, a K plusz egyedik menetben, iterációban is igaz, hogy az annál egyel kevesebb, tehát a K lépésben elérhető csúcsok száma lesz a prev változó értéke.
Ez jó. Ugye ez azt jelenti, hogy mire lefut a ciklus, lehet, hogy közben dobál errort, de ha a TNSK folyamatosan jó választod, mert aki út algoritmust ő hívott, az is folyamatosan jó választott végig, akkor, amikor ezt visszaadjuk, azt konkrétan visszaadja az S-ből elérhető csúcsodnak a számát, ami egy egyesen közt, nulla egyesen közti szám lesz. Egyesen közti szám, mert az mindig elérhető. Magyarán ez azt jelenti, ezt most leveszem, ez azt jelenti, hogy egyelőre van egy olyan számítási fánk, ami azt tudja, hogy van nekünk a gráfunk, és minden egyes szálon, ha ő kiszámol valamit, akkor az helyes érték lesz, és mindig ugyanaz, konkrétan a S csúcsból elérhető csúcsoknak a darabszáma. De csak a darabszáma nem maguk a csúcsok, ugye ez, ha maguk a csúcsok kell lennének, akkor az már nem fog beleférni a logaritmikus tárba, hogyha ezzel még dolgozni is akarunk tovább. És hát lesznek olyan szálak, ahol error dobunk. De ez nem baj. Ugye ez azt jelenti, hogy egyelőre van egy ilyen algoritmusunk, ami vissza tudja adni logaritmikus tárban a gráfban az első kezdő csúcs, az első elérhető csúcsoknak a számát. És innen kezdve az elérhetőséget eldönteni már könnyű ezzel az algoritmussal, és mindezt logaritmikus tárban csinálja, ugyan nem determinisztikusan, de az elérhetőséget megoldani egy gráfban, vagy egy irányító gráfban, hogy vajon ebből az S csúcsból elérhető-e a T, vagy az egyesből az N, azt meg tudjuk úgy oldani, hogy először is ezt az algoritmust hívjuk, megtudjuk, hogy hány csúcs az, ami elérhető egyáltalán N lépésben. Ugye egyáltalán elérhető csúcsnak a számát, ezt itt lehívjuk. Nyilván, ha menet közben már dobott egy akármit, már dobott egy errort, akkor hát mi is errort fogunk dobni, majd a legrégén ezt fogjuk átírni rejectre. És ezek után azt fogjuk csinálni, hogy egy for ciklusban mondjuk az U-kat, U-hoz menjen 1-től N-ig, és megkérdezzük, hogy elérhető-e az az eredeti nem determinisztikus algoritmusunkkal az elérhetőséget, ugye ami tévedhet, tehát accept helyett mondhat rejectet, de a másik irányba nem téved, elérhető-e az S-ből az U. Ha igen, és ez T, és az U az T, akkor tudjuk, hogy elérhető, akkor tudjuk, hogy van út. Van út. Ha igen, és akkor ezt azonnal ki is jöhetünk return-nel. Ha csak simán igen, elérhető, akkor megnövelünk egy változó értéket, ami alapvetően nullára van értve, hogy ennyi, változó, ennyi csúcsot sikerült nekünk elérnünk. Jó, ha ez a ciklus lefut, akkor megint ugyanúgy, mint az előbb, az történik, hogy én megpróbáltam elérni az összes csúcsot, de a T-t nem sikerült, különben accepteltem volna. És ezek után megnézem, hogy ez a változó, mondjuk C, teljesen mindegy, a C az legyen nulla az elején. Akkor megnézem, hogy ez a C egyenlő ezzel a bizonyos számmal, hogy ennyi darab csúcs elérhető. Na most, hogyha egyenlő, az azt jelenti, hogy mindenkit sikerült elérnünk, aki egyáltalán elérhető, hiszen elérhető csúcsonként növeljük egyel a számlálót. Mindenkit sikerült elérnünk, aki elérhető, és nem volt köztük a T, akkor garantáltan jó válasz lesz a reject, hogy nem. Ekkor nem érhető el. És egyébként meg, hogyha egyenlő, akkor dobok egy errort. Akkor dobok egy errort. Na ez az algoritmus, ami azt csinálja, hogy ha elérhető, akkor lesznek olyan szálak, amik meg is találják ezt, és elérhetőként jelentik le ezt a csúcsot, meg lesznek olyan szálak, ahol ez az elérhetőségi algoritmus valahol téved, nyilván abban az irányba téved azon a szálon, hogy igen, jött, nem, egy rejecter vagy, akkor ezt viszont észre fogjuk venni ebből az egyenlőtlenségből, és ezért mi is errort fogunk dobni. Vagy már ugye az is lehet, hogy maga ez a kiszámítás dobott errort, ugye az is lehetséges, de lesz olyan futás, amikor a kiszámítás eredménye is jó, és lesz olyan futás ezeken belül, ahol még ráadásul sikerült is elérnünk a T-t, és akkor az accept az kijöhet, meg a kérdőjel is kijöhet, de a reject az nem jöhet ki, mert ahhoz az kell, hogy mindenkit elérjünk, aki egyáltalán elérhető, és egyik se legyen a T. Ekkor pedig teljesen valid válasz a reject, tehát olyankor, ha nem érhető el, pedig ez a kettő eset lehetséges, hogy vagy rejectet kaptunk, vagy pedig errort. Na most akkor ide visszatekerek egy kicsit, hogy egy ilyet szeretnénk kapni, és pontosan egy ilyet kaptunk.
Ami azt jelenti, hogy ha ezt az algoritmust komplementáljuk, és utána az error dobásokból rejectet készítünk, akkor az elérhetőség komplementérére egy nem determinisztikus és logaritmikus tárigényű algoritmust tudtunk készíteni. Az elérhetetlenségre egy logtáros nem determinisztikus algoritmust. És miért jó ez? Azért jó ez, mert hogyha megnézem azt, hogy van nekem egy space FM-es beli, space FM-beli eldöntési problémám, akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ennek is föl lehet építeni a konfigurációs gráfját, ami ugye megint azt jelenti, hogy van egy kezdő konfiguráció, ahol ez az input, ez a kis téglalap, az nem változik végig, mert ugye föltehetjük mindig, hogy a programunk offline, anélkül, hogy rontanánk a tárigényét. És akkor ezen a konfigurációs gráfon kérdezzük azt meg, hogy ez a bizonyos csúcs, ez elérhető-e vagy nem? Elérhető-e az acceptes csúcs a kezdő konfigurációból? És ezek szerint az elérhetetlenségre van logtáros algoritmus. Ha azt futtatjuk rajta, akkor az pont eldönti a problémának a komplementerét, mert ha nem érhető el az acceptes csúcs, az pont azt jelenti, hogy rejected van, tehát akkor azt el kéne fogadnunk a komplementer a eldöntő algoritmusnál, és ha meg elérhető, akkor pedig a másik irányba cseréljük a választ. Mihez képest, logtáros a csúcsok számához képest, és a ordó FN tárigénynek, tehát az a kettő az ordó FN, az S darab konfigurációja, még mindig, ugye ez volt az előbb is, ezért jó az elérhetőségi módszer, ezért jó megoldani az elérhetőségi problémát többféleképpen, mert mindig más és más eredményt kapunk akkor, hogyha a konfigurációs gráfra alkalmazzuk. Most például az, hogy ehhez képest a logaritmikus tárigényünk van, tehát ordo fn nem determinisztikus logtárban, illetve nem determinisztikus tárban, nem logaritmikus ez azért, hanem ugyanannyi, mint az fn, nem determinisztikusan ordo fn tárban eldönthető a komplementere. Egyszerűen azért, mert az elérhetőségi problémának a komplementerét el tudjuk dönteni, a konfigurációs gráfon ennyi tárban eldönthető a komplementere. Sok oldalú azért ez az elérhetőségi probléma nagy a komplementere. És ez mit jelent? Hogyha így formálisan szeretném leírni, akkor azt jelenti, hogy az nSpace FN ugyanaz, mint a co-nSpace FN. Ez például azt is jelenti, hogy ez ennel egyenlő a co-nL-vel. Az előző szlájban, amit gyorsan átlapoztam, az maga az Zimmermann szercsényi tétel, az összesen erről szól, hogy van olyan nem determinisztikus algoritmus, ami logtárban az input gráfnak, az elérhető csúcsoknak a számát határozza meg. Ugye ez az algoritmus, ami az itt volt ez. Ez az algoritmus visszaadja a csúcsok számát, ez maga a tétel, és ez az, amit lehet alkalmazni arra, hogy az elérhetőség komplementerét eldöntsük, azt pedig arra, hogy a konfigurációs gráfon keresztül bármilyen problémának a komplementerét eldöntsük, ha adott egy nem determinisztikus algoritmus, akkor ugyanannyi tárkorláttal, és persze nem determinisztikusan szintén. Nos, tehát ezt mondhatjuk úgy is, hogy a nem determinisztikus tárbonyolultsági osztályok azok zártak a komplementer képzésre, de ugyanez az időre azért nem ennyire egyértelmű, nyilván részben azért nem, mert ugyanez a módszer ugyan működik, és a tárigényt azt ugyanannyiban is hagyja az elérhetőségben, de az időigény az viszont nagyon fel tud robbanni, hogyha az ember ezt a módszert csinálja, mert nagyon-nagyon sokszor kell ugyanazt újra és újra futtatni, hogy el kell próbálni élni minden egyes konfigurációt, és eleve egy polinom időigényű algoritmus, ugye hát akár exponenciális sok konfigurációja is lehet, ami egyáltalán elérhető abban a fában, és ezért nem érünk rá polinom időben azt az exponenciális. Maga az, hogy a gráf exponenciális méretű, az még önmagában nem probléma, de minden esetre ez a módszer akkor is nagyon fel tudja robbantani magát az időigényt a tárigénnyel szemben, mert ugye a tárat így újra tudjuk használni szemben az idővel.
No, akkor ez eddig az Ingmarban szerepcsényi tétel, és most már akkor tudjuk azt is, hogy az N-nel az ugyanaz, mint a Cohen-nel, meg bármelyik másik, a N-space N az is ugyanaz, mint a Cohen-space N, és így tovább, mert mindent ugye hordóban számolunk, ezért az ilyen apró konstans szorzók, amik voltak közben el is másolva, azok nem számítanak semmit. Jó. Na, a következő téma ebben a videóban pedig az volt, talán ide visszalapozok, talán nem. Igen, a térképet kerestem. Most már ott vagyunk, hogy most már tudjuk, hogy a MP space még nincs a képen, most már azt is tudjuk, hogy a CoMP space nincs a képen, azt is tudjuk, hogy a CoNL miért nincs a képen. Oké. A másik, amit még szeretnénk, hogy helyre tegyük az elérhetőséget, meg a hálózat kiértékelést. A spoilerként elmondom, hogy az elérhetőség itt lesz, a hálózat kiértékelés meg itt lesz, tehát a B-nek a legnehezebb, és az N-nek a legnehezebb problémája lesz valamilyen értelemben. Csak hogy, ugye az volt a baj eddig, hogy a polinomidejű visszavezetés volt az, amivel összemértük a problémákat egymáshoz képest. De azt is láttuk, hogy a P-n belül ez semmit nem jelent, mert bármelyik polinomidőben eldönthető probléma, ha nem triviális, akkor visszavezethető bármelyik másik nem triviális polinomidőben eldönthető problémára. Abból meg, hogy összesen van kettő, az egyik triviális probléma a return true, a másik meg a return false algoritmussal megoldott problémák, tehát minden inputra igen, és minden, vagy a másik, amelyik minden inputra nemet kellene, hogy adjunk. Na, a B-n belül ezért máshogy fogjuk mérni a nehézséget, szintén visszavezetéssel, csak egy kicsit szigorultunk azon, hogy mi is az, amit megengedünk a visszavezetésnek. Tehát ez volt a problémánk, hogy a polinomidejű visszavezetésre nézve mindenki P teljes lenne, ezért valami mást fogunk csinálni, egy gyengébb visszavezetést, ami szigorúbb erőforrás igénye van. Konkrétan olyan logaritmikus tárigényű visszavezetés, mivel ez egy hosszú szó, ráadásul kettő, ezért a logtáros visszavezetésnek fogom hívni. Ugyanaz, mint a polinomidejű algoritmikus visszavezetés, tehát egy input konverzió, ami az A probléma inputjaiból a B probléma inputjait készíti. Választartó módon, ugye ez van ideírva. De nem az a mondás, nem az a föltétel, hogy az F az kiszámítható polinomidőben, hanem az, hogy az F kiszámítható logaritmikus tárban. Ennek ez lesz a jele, hogy az A probléma visszavezethető B-re logtárban. Ugye emlékszünk itt, ha én P-t írok, az volt a polinomidőben visszavezethetőség, ha én R-t írok, az volt a rekurzív, tehát erőforrás korlát nélküli, de algoritmikusan visszavezethető. És most ez a logtáras. Na miért is mondom azt, hogy gyengébb? Azért mondom, hogy ez gyengébb, mert hogyha ugye megnézed a konfigurációs gráfot megint, akkor az azt jelenti, hogy ha van nekem egy logtáros visszavezetésem, az egyrészt egy determinisztikus algoritmus. A visszavezetés akkor nem eshet végtelen ciklusba. Ugye minden inputra valamilyen outputot ki kell termelje. Tehát ő nem eshet végtelen ciklusba. Ezért például nem ismétlődhet két konfiguráció egy számítás során, mert ha ismétlődik, akkor, mivel determinisztikus, akkor folyamatosan ismétlődni fog, és végtelen ciklusba esik. Ezért a log n bitben letárolható konfigurációkból legfeljebb kettő a log n-ediken van, kettő az ordó log n-ediken. Ez ugye ez egy polinom, mert hogyha megnézed, akkor például a kettő vagy nem tudom, k-szor log n, szorlogent, ugye ez az, ami a kettő a dordologennek valami k konstansra, ez ugye ugyanaz hatványozás azonossággal, mint a kettő a logennediken a k-adikon, ez meg ugye n a k-adikon. Tehát ez azt jelenti, hogy csak polinomsok konfiguráció van, egyáltalán egy ilyen hosszú input van, egy ilyen bites input van, és mivel nem tud ismétlődni konfiguráció, mert akkor végtelen ciklusba esne, ezért ez legfeljebb ennyi lépésben lefut. Ami azt jelenti, hogy ha egy logaritmikus tárigényű algoritmusunk van, akkor az, és ő megáll mindig, akkor ő polinomidőben fog megállni. Ezért, hogyha valami logtárban visszavezethető A egy ilyen problémáit B-re, akkor polinomidőben is visszavezethető, mert konkrétan ugyanaz a függvény. Nek egy implementációja, ha logtáras, akkor az egyben polinomidejű is lesz. Persze nyilván ezt sem tudjuk, hogy ez a kettő visszavezethetőség fogalom ugyanaz-e vagy nem. De hát ha véletlenül ugyanaz lenne, ha A visszavezethető B-re polinomidőben, akkor logtárban is,
Az azt jelenti, ugye egyrészt tudjuk azt, hogy a P-nek minden, ami visszavezető P minden, ami a polinom időben, mert ugye megtehetjük azt visszavezetés címen, hogy megoldjuk az A problémát, és aztán ha igen, akkor a B-nek egy konstans igen példányát, ha még nem, akkor a B-nek egy konstans nem példányát adjuk vissza. Ez formailag belefér a visszavezetésbe, de nyilván mérsékelten hasznos, de bárki visszavezetőd bárkire. Ha ez a kettő reláció ugyanaz, akkor az azt jelenti, hogy ha valaki polinomidőben visszavezethető, akkor logtárban is, tehát logtárban is visszavezethető. És ha logtárban visszavezethető bárkire, a P összes eleme, bármilyen nem triviálista, akkor veszünk az R-ben egy nem triviális problémát, tehát ilyen lehet például az, hogy bejönnek a számok, bejönnek a bitek, és csak döntsük el, hogy az inputban hány darab páros száma, párosok vagy páratlan sok páros számban, mondjuk így, vagy hogy egyáltalán milyen hosszú az input páros vagy páratlan, ezt nyilván meg lehet csinálni logtárban, determinisztikusan, mert csak végig kell indexelni az inputnak az összes regiszterén, és megnézni ezeket a számokat, hogy párosak-e. Ez megy logtárban, ami ugye azt jelenti, hogy van nem triviális probléma az R-ben, tehát erre, hogy mondjuk az input hossza páros-e, erre van egy logtáras algoritmus, és akkor ha én logtárban ugye visszavezetem erről a problémára, logtárban visszavezetem a P-nek akármelyik problémáját, és aztán azt megoldom, szintén logaritmikus tárban, akkor ugye az történik, hogy összessége van egy logtáras algoritmusom, és megoldottam P minden elemét, és ezért akkor el egyenlő P-vel. Ez a gondolatmenet. Tehát ha ugyanaz a két visszavezetés fogalom, akkor az is igaz, hogy el egyenlő P-vel. Ez ebben olyan nagyon sokan nem hisznek. Na most itt ugye szerepelt az a rész is, hogy P-teljes, ezt még nem mondtam, P-teljes a logtáros visszavezetésre. Ez azt jelenti, hogy ugye egyszerre P nehéz a logtáros visszavezetésre nézve, és még P-ben is van, hogy általában az a mondás, hogy az A probléma az C nehéz a logtáros visszavezetésre, minden C-beli probléma logtárban visszavezethető. Ami eddig volt, C nehéz, az azt jelentette, hogy minden C-beli probléma polinom időben visszavezethetőre. Ehelyett egy pontosabb és precízebb mondás lett volna az, hogy az A probléma C nehéz a polinom idejű visszavezetésre nézve, ha minden C-beli probléma a polinom időben visszavezethető erre a problémára. Tehát ugye az, hogy tehát a C összes elemét rá lehessen konvertálni egyfajta visszavezetésre, úgy ugye most már, hogy több is van, most már illene megmondani mindig azt, hogy most mi is az, hogy melyik fajta visszavezetésre nézve is kérjük a nehézséget. De ugye eddig az MP-nél, a OMP-nél végig polinomidejű visszavezetés volt, még az RN-nél is polinomidejű visszavezetés volt, ugye a megállás az arra nézést is erre teljes, de a default az lesz, hogy P-n belül pedig a logtáros visszavezetés lesz az, amit használunk, ezért a P nehéz probléma az azt fogja jelenteni, hogy P minden emel logtárban visszavezethető rá, meg az N-nel nehéz is ezt fogja jelenteni, hogy az N-nel összes elemel logtárban visszavezethető rá. És ha még ráadásul benne is van a vonatkozó osztály, akkor persze P teljes, meg N-nel teljes ez lesz a mondás. Nyilván föl lehetett volna építeni úgy is ezt a kurzust, hogy az MP teljességet is logtáros visszavezetésre nézzük meg. Itt megjegyzem, hogy a Papadimitriou könyv az például ezt követi, ők mindig, tehát abban a könyvben a logtáros visszavezetés az egyetlen visszavezetés fogalom. Nem ismert az sem, hogy vajon az MP teljes problémák azok ugyanazok-e, hogyha a két visszavezetést variáljuk. Most ami visszavezetéseket eddig láttunk, az egyébként mindegyik logtáros visszavezetés volt, és az összes eddig ilyen MP-teljes problémánk az polinomidőben is, a polinomidő visszavezetésre nézve is MP-teljes volt, és a logtáros visszavezetésre nézve is MP-teljes volt, tehát ebből a szempontból különbséget nem okoz, de azt például szintén nem tudjuk, hát honnan tudnánk, hogy ez a kettő MP-teljességi fogalom, ez a kettő ugyanaz-e. Mi ugye ezt használtuk a polinomidejű visszavezetést, hogyha az MP minden problémája polinomidejűben visszavezethető rá, de egészen eddig semmi nem változott volna akkor sem, hogyha azt kértük volna, hogy logtárban lehessen visszavezetni a problémát, erre az összes MP-beli problémát erre a bizonyos problémára. Ezeket nem tudjuk, hogy egy a kettő egyenlője, vagy nem.
De az MP-n belül, tehát amikor már az MP-ről beszélünk, meg a QMP-ről, akkor ez nem számít, viszont ha a P-n belül vagyunk, akkor nagyon is számíthat, akkor a loktáros visszavezetés lesz a default. Na most, van ám itt egy dolog, amit az előbb csaltam. Itt. Amikor is azt mondtam, hogy visszavezetem a problémát, elben van, és aztán utána megoldom, az is elben van, az egész akkor elben ez, tehát loktárban meg lehet oldani. Hát ez az, ami azért ennyire nem egyszerű, és ezt meg is mutatom, hogy miért. Miért? Azért, mert ez kettő darab loktáros algoritmus kompozíciója. Hogy néz az ki? Úgy néz ki, hogy van nekem egy inputom, ez az inputom, n-bites, és én először az algoritmusommal, az elsővel loktárban készítek valamit, tehát itt logentárat használok ugyan, working memóriaként, és készítek valamit az eddigi outputomra, direkt rajzolom ilyen hosszúra, és ezek után az volt a mondás, hogy ezt pedig ezen futtatok egy logennes tárigényű algoritmust, és hát vagy van valami kimenete, vagy nincs valami kimenete, hanem adszett rejectel, de ugye ez volt az, amit csináltunk, hogy ez volt az első algoritmus, ezt elnevezhetjük mondjuk F-nek ezt a függvényt, ez meg a második, amelyik azt mondja, hogy ki. És akkor én azt mondom, hogy az X-höz először is kiszámoljuk az FX-et, és aztán ezen az eredményen végrehajtjuk a G algoritmusát, csak hogy. Ugye, ha az F az egy loktáros algoritmus, akkor ugye ez polinom ideig fut, ezt tudjuk. Ha polinom ideig fut, akkor ez azt jelenti, hogy ide akár ebbe az output regiszterekbe, ha minden egyes lépésben ki is ír mondjuk valamit, akkor ez itt már ennek chaotikon hosszú lehet. És ez addig nem baj, amíg csak az F-et futtatjuk, mert addig az egy working regiszter. De hogyha már egy összetett algoritmus futtatunk, akkor ahhoz képest ez lesz az input, ez lesz az output, és minden, ami itt közben van, az working. Az work lesz. Ezért nekünk olyankor az kell, hogy az összetett algoritmus is loktárra implementálható legyen, hogy ez is loktáros legyen. A második munkaregisztereket, a második sorozat munkaregisztereket, azokkal nincsen baj. Mert az ugye úgy néz ki, hogy logaritmus n-nak áadikon, mert ugye itt az volt, hogy ez legfeljebb valami polinom, és ugye hatványozás azonosság, ugye ez a k, ez lejön, tehát az is egy ordó logennes tárigény. Tehát ez a kettő rész, ez rendben van. Ez a rész viszont nagyon nincsen rendben, mert ez sok. Tehát az, hogy n-nak áadikon regisztert írunk potenciálisan, az nem fog beleférni az eredeti n inputunkhoz képest, amilyen méretű a loktárba. Az viszont igaz, hogyha egyetlen egy ilyen regiszternek a tartalmát nézem, ugye a RAM-gép hogy működik? Hát ennek a regiszternek odaadhatja értékül, mondjuk két másik regiszter összegét körül ez, amit csinálunk, de ugye, hogyha ez egy logennes munkamemória itt, akkor az biztos, hogy itt egy-egy regiszternek a tartalma azok logennesek lesznek. Kettő ilyennek az összege az ugye legfeljebb egy bittel hosszabb, mint eredetileg voltak ők. Ezért az még mindig bele fog férni abba az ordó logenbe, tehát az outputtal nincsen gond cellánként. Az output regisztereink ugye úgy, azok külön-külön logentár igényesek, ordó logenben benne vannak, csak az a baj, hogy sok van belőlük. Szerencsére annyira nagyon nincsen sok belőlük, mert csak ennek áadikon van belőlük. Ezért adja magát az ötlet, hogy mi lenne, ha ezt a középső részt úgy oldanánk meg, hogy ahelyett, hogy letároljuk az egészet, ugye emlékszünk, az egyik feltétele az volt az offline programnak, hogy csak olvassa az inputot, a másik pedig az, hogy az outputot stream módba írja, ez magyarán ugye azt is jelent, annyit jelent, hogy először írja az első, aztán a második, aztán a harmadik, és így tovább értékeket. Na azt fogjuk csinálni, hogy csak egy darab regisztert fogunk fenntartani az outputból, amire utoljára írtunk, és folyamatosan ezt írjuk fölül. Ahelyett, hogy az O1-nek, O2-nek, O3-nak, O4-nek, O5-nek ilyen sorrendben értéket adnánk, ahelyett folyamatosan az O1-nek, 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 O1-nek fogunk értéket adni. Nyilván ott már nem az O lesz, meg ez egy working regiszterbe lesz eltárolva, de ezt az egyet fogjuk fölülírni. Egyetlen egy számot fogunk mindig látni ott. Ez ugye azért jó, mert mondtam már, hogy külön-külön ez logennes, eddig rendben van. A másik pedig, amit letárolunk, szintén ebben a regiszterosztásban, az az, hogy a hanyadik output regisztert írná egyébként a programunk. Tehát ahelyett, hogy azt mondom, hogy az O x egyenlő y,
Ahelyett én azt mondom, hogy az O egy, az legyen egyenlő X-el, és az O 2, illetve Y-nal, hogyha ugye ezt a felírást követem, magát az értéket pakolom bele, és a másodikban meg beleteszem az X-et, hogy az ennyiediket írtam ki. Ugye ez azt jelenti, hogy összesen egy, kettő darab regisztert fogok itt használni, és mind a kettő külön-külön az érték is, meg a cím is vele fog férni a login tárba, hiszen ez az utasítás különben nem jöhetett volna létre. Nyilván ez a címzés is, hogy hanyadik regisztert írom ki, a stream módban előbb az első, második, harmadik, stb. És összesen polinom sokat írtam ki, akkor az x is polinom lesz. És egy polinom pedig ordó login táron elfér. Tehát ez a kettő így már logennes lesz. Oké. Okay. Na most kérdés nyilván az, hogy hát ha csak egyetlen egyet látok, akkor mégis hogyan működjön ez a G-algoritmus, hiszen nincs hozzáférése az egész összes inputhoz. Úgy fog működni, hogy eleve ezzel indítunk, a G-algoritmust indítjuk el, ezt, és futtatjuk. Egészen addig futtatjuk, amíg neki szüksége nem van, az szüksége nincs az I valahanyadik input regiszterre. És ekkor adjuk oda a vezérlést az F-nek, hogy jó, most kellene nekem az X-es regiszter. Ekkor az F elkezd futni. Totál üres munkaregiszterekkel, és ugye elkezdi termelni az outputot. Előbb-utóbb, ugye kiírja először az elsőt, a másodikat, a harmadikat, és így tovább. Előbb-utóbb, amikor elérünk odáig, hogy most már kiírná az X-ediket, akkor itt ugye kiírta az X-ediket, és ekkor visszaadja a vezérlést a G-nek, hogy most előállítottam neked az X-edik regiszternek a tartalmát oda, ami neked az input. És akkor ez a program, ez a G, ez kiolvassa az ix-et, és fut tovább. Ha neki aztán egy másikra van szüksége, mondjuk az y-ra, akkor lehet azt csinálni, hogy ez az y, ha nagyobb, mint az x, akkor ugye a streamben később jön, tehát akkor visszaadja az f-nek a vezérést, hogy akkor légy szíves, folytasd, és nekem kelleni fog az y-dik regiszter, akkor folytatja az f, üzemel, és előbb-utóbb kiírja az y-dikont, és visszaadja a vezérlést a g-nek. De ugye előfordulhat az is, hogyha az y kisebb, mint az x, akkor már egy olyan értékre lenne szükségünk, amit itt felülírtunk, mert ugye állandóan felülírjuk ebben az output regiszterben. Akkor pedig azt lehet csinálni, hogy szólunk az f-nek, hogy kéne az y-adik, az f pedig elkezd kitörli az egész munkamemóriáját, és elkezdi előről az egészet megteheti, mert ugye nem bántja az inputot, föltettük, hogy az f az lyukszaragos, meg egyébként is ha logennes, akkor nyilván csak lyukszaragos lehet. Nos, ezért itt az fog történni, hogy ha előről elkezdi az egész szimulációt, akkor valami sok idő alatt persze, mert nagyon sokszor kell minden egyes input bekéréskor, nyilván potenciálisan fönnáll a veszély, hogy restartolni kell az egész F-et, ezért ez, ennek az időigényhez fel fog robbanni, de persze még mindig polinom lesz, hiszen ez az egész tárigényünk, ez az egész, ez logennes. Tehát maga az összetett függvény úgy, ahogy van, polinom futásidő lesz, futásidőben számolja ki, amit kiszámol, de hát ennek a polinomnak a fogszáma az azért indokolatlanul nagy lehet, fel tudja robbantani azért, de még mindig polinom marad. Na minden esetre ez, hogy az F-et tudjuk restartolni, és akkor azt mondani, hogy akkor fussál addig, amíg ki nem írod majd még egyszer az Y-t, mert egyszer már tudom, kiírtad, nem baj, még egyszer kiírod az output Y-t, és akkor visszaadja vezérlést a G-nek. És gyakorlatilag a G-t mutatjuk, csak amikor lekérdezzük az input regisztereket, akkor mondjuk azt, hogy akkor restartoljuk az F-et, és kezdje el kiírkálni ezeket a videókat. Na így jön ki az, hogy összességében login munkamemóriában valóban eldönt. Valóban megvalósítható ez a kompozíció, amit ide csak hevenyésze felrajzoltam. Ez RAM-gépen így teljesen jól működik. És ugye ez volt a probléma felvetés, hogy a munkaregiszterekbe írjuk, akkor az ennél az input hosszánál ugye a logaritmusánál sokkal hosszabb lehet, tehát az első visszavetés adott, hogy nem félreoldó logintárban, vagy nem feltétlenül, ezért nem tároljuk el, hanem csak magát az utolsó input regiszter sorszámát és a belekerült értéket. Ez logennes, és ide van írva az, hogyha az alsót szimulál, az alsót futtatom alapvetően, de ha szükségem van egy valamilyen input regisztert itt, ennek a regiszternek a tartalmában, akkor folytathatjuk az F-et, vagy elő is kezdhetjük az F-et. Itt jegyzem azt meg, hogyha nem stream módban írás a föltétel, de csak az, hogy egy output regiszterben csak egyszer írhat, csak ezt ugye nehéz eldönteni, hogy így van-e vagy sem, míg az, hogy balról jobbra írja az output regisztert, az könnyű biztosítani, hogy tényleg így legyen.
akkor az is jó, csak akkor mindig restartolni kell, és akkor, amikor kiírja a valahanyadik sorszámot, amit éppen kértünk, akkor visszaadni a vezéres G-nek. Jó. Na most, ami még itt hátra van, az néhány ennél teljes probléma. Ugye már mondtam azt, hogy a P teljes problémák azt fogják jelenteni, hogy a logtáros visszavezetésre nézve P teljes, a hálózat kiértékelés az például egy P teljes probléma. Erről nem lesz most a kötelező videókban, vagy nevező kötelező videókban, tehát magán az előadáson a bizonyításhoz nem lesz meg, tehát ez még egyszer azt jelenti, hogy bármilyen P-beli problémát logtárban vissza lehet vezetni a hálózat kiértékelésre, ezért van az, hogy a hálózat kiértékelést én a PHI-jára fogom tenni. Ezt előadáson nem bizonyítom be, de ha minden jó megy, akkor lesz róla DLC videó. Amivel viszont foglalkozni fogunk, az, hogy vannak ennél teljes problémák is. Például az elérhetőség egyébként egy ennél teljes probléma lesz, de az, hogy a hálózat kiértékelés P teljes, az ugye azt is jelenti, hogy ha hiszünk abban, hogy az ennél az valódi része a P-nek, az azt jelenti, hogy az elérhetőség, ugye mivel ennelben van, a hálózat kiértékelés P teljes, ezért ha ez a két osztály nem egyenlő, akkor az hálózat kiértékelés az egy, hát úgymond nehezebb probléma, mint az elérhetőség. Például akkor az elérhetőség megoldható, nem deszloktár van, és a hálózat kiértékelés pedig biztos, hogy nem, ha ennél nem egyenlő P-vel. Nyilván, ha egyenlő P-vel, akkor ezek egyforma nehezek valamilyen szinten. Tehát ami még marad hátra, az az, hogy az ennél belül szeretnénk néhány teljes problémát. Az első ilyen az elérhetőség lesz. Az elérhetőség az viszonylag könnyen látszik, hogy ennél teljes, mert megint az elérhetőségi módszer. Tehát ha van nekem egy OM, ami egy nem determinisztikus, logtáros algoritmus, mondjuk, és eldönti mondjuk a, nem tudom, a problémát, amit eldönt, akkor ugye lehet azt csinálni, hogy az n hosszú inputunkhoz ugye legyártunk egy gráfot, mégpedig a konfigurációs gráfot, már megint egy elérhetőségi módszer, ez a mai kalapácsunk, ugye ez van egy darab csúcsa, egy darab olyan konfiguráció, ami acceptel, egy darab csúcsa, ahol minden munkaregiszter tartalma üres és a programmutató az első sorra mutat, hogy azt fogjuk végrehajtani, van neki néhány éle, ugye, hogy melyik konfigurációba lehet átmenni, és az a kérdés, hogy elérhető-e a kezdőcsúcsból a végső csúcs, ezt meg lehet csinálni logtárban, miért? Azért, mert egyetlen egy ilyen csúcsnak a letárolása, egy csúcsnak a letárolása az logenbit, ordó logenbit. Ugye mindig az FN tárkorlát, az pont azt jelenti, hogy a konfiguráció ordó FN biten letárolható. És akkor itt az ordó logenbit, az megint ugyanúgy, mint korábban, az ugye K adordó logen, 2 adordó logen csúcsot jelent, és az elérhetőség az meg ugye arról szólt, hogy ennél, hogy meg lehet oldani a logtárban az elérhetőséget, ennek a logaritmusa pedig ordó logen. Tehát ezzel nincsen gond, bár itt ugye... Maga, ez nem is kell a megoldás a visszavezetéshez, hanem csak maga az, hogy egy adott inputból legyártani a konfigurációs gráfot, azt megtehetjük, ez nyilván tartja a választ, hogyha ezen keresünk egy elérhetőséget, és mivel egy konfigurációnak a kiírása az ordó logenbit, ezért megtehetjük azt, hogy úgy írjuk ki a gráfot, hogy kiírunk egy konfigurációt, kiírunk egy másik konfigurációt, akkor, hogyha van köztük él, van köztük átmenet, tehát mondjuk egy for ciklusra végigmegyünk az összes lehetséges konfigurációt X-en, ezen belül egy következő for ciklusra végigmegyünk egy másik konfiguráció Y-on, és ha X-ből Y-ban van él, akkor ezt az élt, ezt az XY-ért, ezt kiírjuk. Ezzel ugye gyártottunk egy gráfot, kiírjuk még a kezdő konfigurációt, mint S-t, meg az acceptes konfigurációt, mint T-t, és ezzel megvan a visszavezetésünk. Ezért az elérhetőség az egy ilyen teljes probléma, mert ez bármilyen nem természetes logtáros algoritmussal eldönthető problémánál meg tudjuk csinálni. Nyilván azért, mert az ennél egyenlő QN-nel a következő nagyon-nagyon olcsón megszerezhető ennél teljes problémák, hát az elérhetőség komplementere lesz, vagyis az elérhetetlenség. Ez a másik ennél teljes problémánk, gráfról elérhetőség, meg elérhetetlenség, mind a kettő ennél teljes, hiszen ez QN-nél teljes, mert az elérhetőség komplementere, és persze ennél egyenlő QN-nél azt már az előbb láttuk, úgyhogy ez a két probléma ennél teljes. Ami még ennél teljes, és már volt róla szó, az a kettőszat.
kettőszat is ennél teljes. Na most egyrészt azért bonyolítottuk az életünket azzal az algoritmussal, ugye hogy döntöttük el a kettőszatot? Úgy döntöttük el a kettőszatot, hogy volt egy x-ünk, egy nem x-ünk, egy y-unk, egy nem y-unk, hogy készítettünk egy ilyen gráfot, nem zink, és így tovább. És ebbe ugye éreket vettünk föl, amik megfeleltek az eredeti implikációknak, és valahogy így néztek ki. Mondjuk így, akár nem y nyíl z, az nem z nyíl y, így, és így tovább, valahogy felépítettük ezt a gráfot. Az első, ami egyébként itt érdemes lehet megnézni, hogyha a kettőszatból close-onként csinálunk egy ilyet, azt meg lehet úgy csinálni, hogy összesen kettő darab pointert futtatunk, ugye az egyikkel ráállunk a close első literájára, a másikkal close másik literájára, és akkor kiírjuk ezt az élt, amit úgy kapunk, hogy így is, meg úgy is implikációnként nézzük. És ugye visszük végig a close-on ezt a kettő darab pointert, tehát ez egy logtáros algoritmus, amivel ki tudom írni ezt a gráfot. És utána az volt a kérdés, hogy igaz-e, hogy található egy olyan változó ebben a gráfban, hogy a komplementeréig el tudok jutni, meg onnan vissza. Ugye ez volt az, amikor ha van ilyen, akkor a kettőszat az kielégíthetetlen. Ha pedig nincs, akkor kielégíthető. Ez volt az algoritmus. És akkor, amikor ezt eldöntöttük, még csak olyan idői determinisztikus algoritmust kerestünk rá, és akkor arra nyilván jó az erősen összefüggő komponensek algoritmus, ami ezt megválaszolja az lineáris időigényű. De nem determinisztikusan, logtáris elég, mert először nem determinisztikusan választunk egy csúcsot, mondjuk az x-et, és utána, ezt megjegyezzük, hogy ide akarom majd egyszer visszatalálni, és elkezdjük azt csinálni, hogy hát ezek után nem determinisztikusan sétálok, ugyanúgy, mint az ennél algoritmusokban, nem determinisztikusan sétálok, és ha odaérek az eredeti csúcsom komplementeréig, akkor ezt megjegyzem, hogy jó, itt már jártam, és vissza akarok találni az x-re, és ha még ez is sikerül nem determinisztikusan sétálva, akkor elfogadom az inputot. Ha pedig nem sikerült, mert mondjuk kifogytam a lépésszámlálóból, képtelen lépés elég kéne, hogy legyen, akkor pedig rejectelek. Ezzel eldöntöm a kettőszatnak a komplementerét, most már tudom, hogy az n-nelben van. Nyilván ez azt is jelenti, hogy a kettőszat maga is n-nelben van, hiszen egy n-nel egyenlő qn-nel. Ez n-ben van, most már tudjuk, hogy n-nel beliek. Az n-nel teljességhez ez az egyik, ami kell. A másik, hogy n-nel nehéz. Az ennél nehéz, az meg például úgy lesz, hogy az elérhetetlenséget, mondjuk, visszavezetem a kettőszatra. Mi kell tehát? Ha van nekem egy gráfom, akkor abból kellene csinálnom egy fégét, méghozzá úgy, hogyha a gráfban nem érhető el az S-ből a T, akkor ne legyen, akkor legyen kielégíthető ez a formula, és ha elérhető, akkor ne legyen kielégíthető. Ezt is egy példával fogom megmutatni. Ha mondjuk nekem van az a gráfom, hogy ST, meg mondjuk van egy X-em, egy Y-om, egy O-om, meg egy Z-em, és ezek között vannak valahogy élek. Így. Mondjuk így. Akkor ugye egy logtáros algoritmus lenne, az, hogy minden élt fölírok konkrét implikációként, tehát azt mondom, hogy nem S vagy X, így ez az első, és nem X vagy Y, ugye ezt meg lehet csinálni, mert egy pointerre végig megyek az összes élen, és nem Y vagy S, és bla bla bla, és van egy ilyen, nem is, hogy nem Z vagy T. Oké. Ezt eddig ki tudom írni logtárban, mert tényleg csak két. Hát lehet akár úgy is, hogy két ciklus futtatok egymásba, egytől ennig, ettől ennig, csúcsok számáig, és ha van köztük él, akkor kiírok egy ilyen close-t. Oké. Nyilván a kiírás az nem lényeges, mert a visszavezetés még ugye az, hogy output regiszterbe megy, tehát azt nem számoljuk ki, ezt meg elkezdjük kiírni a formulát, és nem változtatom rajta, a gráfon pedig nem változtatom, tehát ez logtáros. És még én hozzá is jelenem az est. Vagy ha nagyon kettőszat akarok lenni, akkor az S vagy S-t. Ilyenkor mi történik? Ha már ezt hozzá is értem, akkor automatikusan az fog történni, hogy ezt egyre muszáj vagyok elérteni, hogy ki akarom elégíteni, de akkor az összes implikációt
ugye ez futtatja az összes elérhető csúcsot, muszáj vagyok egyre állítani az át, és ebben az esetben például mindenkit. Egyszerűen azért, mert ha ez egy, és ez egy implikáció, akkor ez csak úgy fog kielégülni, ha ezt is egyre állítom. Most már, hogy ez is egy, ez csak akkor fog kielégülni, hogyha ezt is egyre állítom, és így tovább. Tehát ez a rész már garantálja azt, hogy ha van kielégítő kiértékelés, akkor minden csúcs, ami az S-ből elérhető, ha mint változót nézem, azt muszáj vagyok igazra állítni. Úgyhogy ezek után, hogyha én hozzárakom még azt, hogy nem T vagy nem T, így, akkor ha elérhető, tehát hogyha az S-ből elérhető a T, akkor garantáltan kielégíthetetlen lesz. Kielégíthetetlen az eredmény, hiszen a T-t egyre kéne állítanom azért, mert elérhető az S-ből, kielégíthetetlen. Azért egyre kell állítanom, mert elérhető az S-ből, de emiatt a close miatt meg a nullára is kéne állítanom, és ez a kettő egyszerre nem megy. Na viszont, hogyha nem, tehát hogyha nem érhető el az S-ből a T, akkor ez mit jelent? Mondjuk itt ezen a képen ezt megváltoztatom annyival, hogy ezt az élet kiradírozom, ha megtalálom a radírt, megtaláltam a radírt, így. Akkor viszont ugye, ha nem érhető el, ups, most megtalálom a ceruzát, nagyon jó. Ha nem érhető el az S-ből a T, az azt jelenti, hogy ketté tudom osztani a gráfomat, hogy ebben az osztásban vannak az S-ből elérhető csúcsok, köztük az S is, és ebben az osztásban vannak az S-ből nem elérhető csúcsok, köztük a T is. És akkor például egy valid változó értékadás az, ami kielégíti a formulámat, hogy mindenkit, aki elérhető egyre állítok, mindenkit, aki nem érhető, nullára állítok. Miért? Mert ez csak olyan implikációkat sértene, amik úgy készülnek, hogy innen egyből mennek nullába, ugye az implikáció akkor hamis, tehát, hogy ebből az osztályból ebbe az osztályba mennének. Na, de ilyenél biztos, hogy nincs, hiszen ha itt elérhető csúcsok vannak, akkor ha egy élen keresztül eltörődnek valahol, ez is elérhető csúcs lesz, tehát a baloldali osztályból, a jobb oldali osztályból ilyenkor nem megy él, ami azt jelenti, hogy ezzel az értékadással elérhetők egy, nem elérhetők nulla, kielégítő értékadást adok. És nyilván a T is kielégül, ez a nem T vagy nem T is kielégül, mert a T-t nulla állítom, meg az S vagy S is kielégül, mert az S meg egyre állítom. De akkor pedig kielégíthető. Ki? Bizony kielégíthető. Jó, ez ugye mit jelent, hogy az elérhetetlenséget valóban vissza tudtam vezetni a kettő a szatra, mert ha nem érhető, akkor ez belőle kielégítő forma, kielégíthető forma, meg elérhető, akkor kielégíthetetlen forma. Pipa. És ez magyarán akkor azt jelenti, hogy a kettő szak nem komplement, hogy az elérhetetlenség is ennél teljes volt, a kettő szak ezek szerint ennél nehéz, és ennél ben is van, ennél nehéz, és ennél ben is van, tehát akkor a kettő szak is ennél teljes. És persze a negyedik problémám pedig a kettő szak komplementere, ami szintén ennél teljes. Igen. Itt van maga a visszavezetés, egy másik gráfon egy példára, de ez a lényeg, megint, hogy ugye el lehet jutni innen ide, pont akkor, hogyha ez kielégíthetetlen. Itt ugye x1 vagy x1, és nem x4 vagy nem x4 lenne az előző példában. Ezért a kettő szak komplementere is ennél teljes. Nézzük, hol állunk a képen. Tehát most már eljutottunk odáig, hogy itt belül, a P-n belül valamelyest rendet tettünk, a hálózat kiértékelés P teljessége az, amit csak elhittünk. Az elérhetőség most már tudjuk, hogy ennél teljes, csak úgy, mint a kettőszat vagy a kettőszat komplementere. Az R-ben is vannak egyébként érdekes problémák, ilyen például az irányítatlan gráfokban az elérhetőség. Ott lényegében ugye onnan látszik, hogy azért ez lehet, hogy könnyebb, hogy ott egy sima random volok, ami arról szól, hogy kiindulsz a kezdőcsúcsokból, és ténylegesen randomizáltan sétálsz, tehát dobod a biteket, a véletlen biteket, és bolyongsz. Van egy olyan tétre, ami azt mondja, hogy ha n csúcsográfod, akkor ilyen n köbb lépésben már majdnem biztosan bejártad az egész komponest, aki egyáltalán elérte az elből. Ugye itt fontos az, hogy egy élen, ha odamész, akkor vissza is tudja lépni, mert ez garantálja azt, hogy a véletlen bolyongásod azért előbb-utóbb mindenhova oda juthat. Ha irányított a gráf, és az elején rossz irányba indulsz, akkor már nem jössz vissza. Ezért ott nem működik a random, csak a nem determinizmus, de itt a tényleges random is működik. És hát ez már azt jelenti, hogy valamivel talán könnyebb az irányíthatatlan elérhetőség, de egy
Hát talán úgy emlékszem, 2004-es eredménye az, ami azt mondja, hogy nem csak IRL-ben ez a randomizált doktár, hanem még elben is benne van az irányítatlan elérhetőség, tehát az még ennél is könnyebb. No, már ma itt lettünk rendet, meg megnézegettük az osztályképen névvel, külön névvel nem szereplő Coen-et, Coen B-Space-t, hogy azok miért nincsenek a képen, mert ezek egyenlőek valakivel, és akkor legközelebb pedig majd a B-Space-ről fogunk beszélni, hogy ott vajon milyen nehéz problémák laknak. De addig is, sziasztok!